Az első másodperctől kezdve a legutolsóig csak úgy dől rátok az őrültség, a bizarr és néhol szinte szürreális humor. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a ClickChaos Streamtime és könyv legújabb augusztusi epizódjába, ahol szokás szerint elhozunk több érdekes hírt, több sorozatot és filmet, amelyet szerintünk érdemes megnézni, és végül pedig kettő fantasztikus könyvet ajánlunk. Az eredeti tervek szerint úgy volt, hogy az idei év másik felében fog a mi piacunkra bejönni az HBO Max, viszont a legújabb hírek szerint ez nem teljesen így lesz, ugyanis az HBO Max Eszter azt tervezi, hogy a jövő év első felében fog végre bejönni a piacunkra. Ez úgy is fog kinézni, hogy a nálunk elérhető HBO Go lényegében átváltozik HBO Max-á, és valószínűleg az ára is megváltozik, viszont majdnem kétszer annyi tartalom lesz rajta. Ugyanúgy pedig érdemes megemlíteni, hogy az HBO Max az HBO-val együtt több mint 67 millió előfizetője van az egész világon, és ebből több mint 47 millió az Egyesült Államokban. A legújabb hírek szerint Brendan Fraser csatlakozott Martin Scorsese The Killers of the Flower Moon című új Apple TV Plus-os filmjéhez. Scorsese filmjében olyan színészek mellett fog játszani, mint Robert De Niro, Leonardo DiCaprio vagy Jesse Plemons. És most kicsit a mi országunkról. Augusztusban a D3-os autópálya pár részlege le lesz zárva, ugyanis 7-10 napig a Prime Video fogja forgatni a Jack Ryan című sorozatuk harmadik évadját. A sorozat ugyanúgy, mint nálunk, Magyarországon és Csehországon is forogni fog. Az első sorozatunk, amit bemutattunk, az a Mr. Corman az Apple TV Plus-on. A sorozat egy lényegben kiégett zenészről szól, aki alapiskolában tanít. A sorozat lényegben az ő pszichéjéről szól, tehát az ő karakterét vizsgálja, az ő kapcsolatát a világgal, a társadalommal és a többi karakterrel. A főszerepet az egyik kedvenc színészem, Joseph Gordon-Levitt játsza, aki egyébként meg is alkotta a sorozatot, és egy hihetetlenül vizuálisan gyönyörű és kreatív sorozatról van szó, amely rögtön az első másodpercekbe belerántja a nézőt a saját kis világába, és hihetetlenül hangulatos. Annak ellenére, hogy most a videó forgatása közben még csak a harmadik epizódnál járunk, most meg tudom mondani, hogy ez lesz az év egyik legeslegjobb sorozatja, és nagyon-nagyon remélem, hogy nem fogják elrontani a többi epizódot. The question is, what do you do now? When your name is just a name, is just a name. A következő kettő sorozatunk a Netflixen jött ki, és ez a két sorozat szerintem az utóbbi hónapok kettő rejtett gyöngyszeme. Az egyiknek az a címe, hogy Menned kell egy este Tim Robinsonnal, a másiknak pedig Majdnem. A Menned kell egy sketch vígjáték sorozat, amely mindegyik epizódja több vígjáték sketchből áll, ahol általában Tim Robinson játssza a főszerepet. A Majdnem pedig egy felnőtteknek szóló animációs sorozat, amely egy fiatal házaspárról szól, akik a kislányok megszületése után öregeknek érzik magukat, és megpróbálnak, mondjuk úgy, hogy kicsit szembenézni a mindennapi élettel. Na, mind a két sorozatra talán ugyanaz érvényes. Mind a kettő hihetetlenül bizarr őrültség. Tehát mind a kettőt, ha elkezditek nézni, az első másodperctől kezdve a legutolsóig csak úgy dől rátok az őrültség, a bizarr és néhol szinte szürreális humor, és voltak benne részek, ahol sírva nevettem rajta. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy a Majdnem, vagy angolul a Close Enough, eredeti szolgálata az HBO Max, viszont Amerikát leszámítva a Netflix forgalmaz, amit Netflix eredeti sorozat. A
következő filmünk a Prime Day jött ki, mégpedig a Shock, vagy angolul a Jolt című akciófilm, amely egy nőről szól, aki kislánykora óta agresszió-rohamokkal küzd, és ha valaki feldühíti képes, nem csak hogy megverni, hanem megölni az illetőt. És ezért a mindennapos életben egyfajta elektromos mellényt hord, amellyel minden rohamkor sokkolja magát, hogy visszafogja magát. Szerintem ez egy nagyon érdekes és jó felállás egy akciófilmhez. Ugyanúgy a filmnek nagyon jó színészei vannak, Kate Beckinsale, mint a főszereplő, nagyon jó, a többi mellékszereplő is szerintem teljesen jót alakít, nagyon jó rendezése van, fantasztikus vizuális stílusa, tehát magában a film dizájnja egy kicsit szürreális, viszont tényleg nagyon-nagyon eredeti, és magában a film nagyon szórakoztató, viszont az egész filmet lehúzza maga a forgatókönyv. Egy hihetetlenül rosszul megírt filmről van szó, tehát a történetvezetés nagyon rossz, és a dialógusok pedig... Én az első fél órában azt hittem, hogy ez ilyenfajta paródia az akciófilmekre, aztán rájöttem, hogy ezt komolyan gondolják. Are you really that stupid? You know what? I think I am exactly that stupid. Tényleg egy egyszeri megnézésre, egy egyszeri kapcsolódásra szerintem tökéletes. Tehát tényleg, ha figyelmen kívül hagyjátok a össze-vissza menő történetet és a rossz dialógusokat, akkor szerintem egy teljesen élvezhető egyszernézős akciófilm egy nagyon érdekes alaptörténettel és nagyon jó színészi játékkal. Az első könyvünk, amit már bemutatunk, az a teljes Anna Burns-től. A könyv egy meg nem nevezett országban játszódik, egy meg nem nevezett városban, ahol középső nővér megpróbálja anyja elől eltitkolni talán fiújával való kapcsolatát, miközben egy nála sokkal öregebb, házas férfi, a teljes, megkörnyékezi a lányt. És pontosan ezért óriási, lényegében pletykavihar tör ki az egész városban arról, hogy a lánynak kapcsolata van ezzel a férfival. A könyv rendkívül mélyen belemegy a főszereplő pszichéjébe. Tehát tényleg a könyv a főszereplő pszichét vizsgálja, és az ő szemein köröztül nézi a világot. És pontosan ez az, amiért annyira nehéz olvasni a könyvet, ugyanis a könyv rendkívül nehéz és összetett témákkal foglalkozik, mint például az egyén és a társadalom kapcsolata, az egyén és a család kapcsolata, a terrorizmus, a politika, a vallás, és nem mond véleményt ezekről a gondolatokról, tehát nem dobál ideológiákat az emberhez, hanem egyszerűen csak megpróbálja bemutatni és vizsgálni ezeket a dolgokat. A főszereplőt leszámítva több karakter is megjelenik, akiket szintén ugyanúgy az írónő tökéletesen szétbont és szételmez, mint például az első és harmadik sógor, a nukleáris fiú, a tablettáslány, az ügynök, a teljes, valaki meg valaki, és még rengeteg más karakter. Annak ellenére, hogy a regény nincs pontosan beazonosítva, hogy hol játszódik, az olvasó egy pár oldal után pontosan meg tudja mondani, hogy hol is járunk. Viszont ez nem szükséges ahhoz, hogy megértsük a regényt, ugyanis szerintem a regényt tényleg applikálni lehet akármilyen időpontra, akárhova, akár 1000 évvel ezelőttre, vagy akár a mostani korunkban is mindig is érvényes lesz, ugyanis az emberiség talán mindig ugyanezekkel a problémákkal fog küzdeni, mint a karakterek a regényekben. Ez tényleg egy univerzális regény, hogy úgy mondjuk. Egyébként 2018-ban megkapta a Man Booker Prize díjat. Amikor elkezdtem csinálni ezt a műsort, megmondtam magamba, hogy mindenféleképpen megpróbálom a nézőkkel megszerettetni a legcsodálatosabb irodalmi formát, a költészetet. És ma megpróbálkoznák ezzel, mégpedig egy fantasztikus verseskötettel, amely szerintem kezdő olvasóknak tökéletes, mégpedig a Thor Ulfsen-től a Türelem. Egy rendkívül szép, rendkívül egyszerű nyelvezettel megírt, lírai, néha egy kicsit unakodva mondom, de talán egy picit szürreális versek, amelyek tényleg a kezdő olvasóknak szerintem tökéletesek. Tehát nagyon rövid, egyszerű versek, és ami engem például nagyon megfogott, az magában a versek elrendezése a könyvoldalakon.
amit ma meglátok, ha elolvassátok, és tényleg mondom, próbálkozzatok meg vele. Ha nem fog tetszeni, nem fog tetszeni, de mindenféleképpen meg érdemes megpróbálni. Szóval ennyi volt a mai Clickout, Streamtime és könyv legújabb epizódja. Remélem, inspiráltalak titeket arra, hogy streameljétek ezeket a filmeket és a sorozatokat, illetve arra, hogy próbáltak egy esélyt adni a költészetnek. A következő epizódig jó streamelést, jó olvasást, lájkoljatok Facebookon és YouTube-on, és sziasztok!